Sikeres cégek átadták az idei év vállalkozója díjakat Budapesten. Idén 64-en, közülük két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég vette át a kitüntetést. Oktatási centrum épül Tiszalökön. A szakiskolások külső gyakorlati helye várhatóan februárra készül el. 2017. szeptemberétől pedig 8 szakmacsoporttal indul majd a képzés. Pálinka ünnep. Szent Miklós a pálinka főzők védőszentje ikonját, Szócska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója szentelte meg Újfehértón. Átadták az idei év vállalkozója díjakat Budapesten. Idén 64-en, közülük két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég vette át a kitüntetést. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, a bérek és a hatékonyság növelésére koncentrál a kormány és a vállalkozások is. Varga Mihály megköszönte továbbá a novemberi bér- és versenyképességi megállapodás támogatását is. Alapvetően meg kell változtatni a kis- és középvállalkozások profilját, mondta a rendezvényen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Demján Sándor szerint a KKV-knak elsődlegesen termelékenységüket és a versenyképességüket kell növelniük a nemzetközi piacokon is. Azt gondolom, hogy amit mi is vallunk, hogy a társadalom az gazdasági alapon működik, és nem akarom a vállalkozók szerepét nagyobbítani, de nélkülük nincs társadalom, és nem működik. Tehát ez az anyagi alap, és ezért hála illeti meg őket. A foglalkoztatottak 74%-át a kis- és középvállalkozások működtetik. A rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter azt hangsúlyozta, a kormány továbbra is segíti a vállalkozások fejlődését, a termelékenység javítását. Novemberben a kormány, a munkáltatói szervezetek és a munkavállalói partnerek tudtak egy megállapodást kötni, méghozzá nem is csak egy évre, hanem egy 6 éves megállapodást. Ebben a béremelkedések, a bérintézkedések együtt szerepelnek a adóterhek csökkentésével. A kormány vállalta, hogy jelentős mértékben csökkenti a vállalati adót. Vállalta azt is, hogy a járulékszintet 5%-kal, majd 2018-ban további 2%-kal csökkenti. Én tehát azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan pályán, ami egyszerre teremti meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországon ne csak az olcsó munkabérekre alapuljon a versenyképesség, ugyanakkor a másik oldalon a béremelések ellenére is lehetővé teszi azt, hogy a hatékonysága a vállalkozásainak növekedjen. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei tagszervezeteinek, valamint több érdekvédelmi szervezet előterjesztése alapján 64-en részesültek az év vállalkozója díj kitüntetésben. Közülük ketten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek, a Nyírzem ZRT, valamint a Csekő Kávéház és Gyorsétterem vezetője. Azzal a cél alakult annak idén az év vállalkozója díj, hogy egy ilyen húzóerőt fejtsenek a többi vállalkozás számára is, hogy lám a vállalkozókat is valahol, valamilyen formában elismernek és kapnak egy díjat, ez a többiek számára is egy példa lehet, amit követni fognak, feltételezzük. A Vállalkozók napján elhangzott, várhatóan jövő év közepéig valamennyi cégeket segítő uniós programot meghirdetnek. Oktatási centrum épül Tiszalökön. A beruházást a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatja, összesen 151 millió forinttal. A szakiskolások külső gyakorlati helye várhatóan februárra készül el, 2017. szeptemberétől pedig 8 szakmacsoporttal indul majd a képzés. A minisztérium országszerte további 470 millió forintot biztosít két másik hasonló fejlesztéshez, egy miskolci és egy nagyatádi cégnek. Még szeptemberben indult ez a tiszalöki beruházás. A Hotentkolterm Kft. Egyike annak a három cégnek, amelyek állami forrást kaptak a műhelyek építésére. Az összesen 225 millió forintos oktatási centrum kialakításához 151 millió forintos támogatást biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium. A munkálatokat várhatóan februárban befejezik, 2017. szeptemberétől pedig már elindul a középiskolások gyakorlati képzése összesen 60 tanulóval. Előre láthatólag olyan 8 szakmacsoporttal szeretnénk indulni. Ezek a szakmák szorosan kapcsolódnak a jelenlegi vállalkozási tevékenységeinkhez, főként építőipari kivitelezés oldalából.
az azt jelenti, hogy kőműves, festő, burkoló, csőszerelő, hegesztő, lakatos, gépszerelő, asztalos, bútorasztalos szakmacsoportokba gondolkozunk. Első körben a térségünkben a szakképző centrumok által biztosított szakképző intézetektől a tanulóknak a gyakorlati képzésével szeretnénk kezdeni a tevékenységünket. A támogatást a tanműhely építésére kapta a cég, a gépállományt a vállalat saját eszközeiből biztosítja majd. A 2011 óta működő KFT-nek további tervei is vannak. Az első műhely kiépítése után több hasonló oktatási központot terveznek még Tiszalökre, ezért jelenleg gépbeszerzési és telephelyfejlesztési pályázatokat készítenek elő. A szeptemberi képzésben szakoktatók és mestervizsgával rendelkező szakemberek tanítják majd a diákokat, összesen közel 20 fő. Nem tudom, hogy az ügyvezető igazgató úr mondta, hogy ő műszaki tanár volt a pályája kezdetén, és valamilyen szinten már akkor kapcsolata volt az akkori, nevezzük szakmunkás képzésnek, és én azt hiszem, hogy most azt is szeretném megvalósítani, hogy másképp és jobban is lehet, sőt, csak jobban lehet, hiszen a szakképzés azért is fontos, mert most olyan időket élünk, meglepetés, amit mondok, hogy amellett, hogy a munkanélküliségi mutatók még mindig rosszak, de már javulóak, amellett a szakképzett munkaerő területén pedig hiány van. A 60 fős tanulói létszámhoz diákonként 8000 euró támogatást kapnak. A fejlesztés támogatásához kötelező volt legalább 27%-os önrészt vállalni a cégeknek, de további feltétel volt még, hogy legalább 5 évig fenntartják a tervezett létszámot és működtetik a tanműhelyet. A Tiszalöki Oktatási Centrumban a jelenleg elérhető legmodernebb felszereléseken tanulnak majd a diákok. A nyugdíjasok felzárkóztatását, a nyugdíjrendszer reformálását és az MSZP korábbi nyugdíjprogramjának folytatását szorgalmazza az ellenzéki párt megyei alelnöke. Csabai Lászlóné nyíregyházi sajtótájékoztatóján a kormány által nemrégen bejelentett 0,9, majd 1,6%-os nyugdíjemelés kapcsán kifejtette, az emelés mértéke megfelel a mostani szabályoknak, azonban a nyugdíjasoknak adott 10 000 forint értékű Erzsébet utalványok kormányhivatali dolgozók általi kijuttatását elhibázott lépésnek tartja. Méltatlan, hogy akarták ezt kijuttatni. Én nagyon örülök, hogy a kormány megváltoztatta ezt a döntését, és méltatlan abból a szempontból is, hogy ez ugyan egy karácsonyi ajándék a nyugdíjasoknak, de én jobban örültem volna, hogyha ebből nagyobb összeg jut azoknak a kis nyugdíjasoknak, akik ma a létminimum alatt élnek. Azok, akik közül nagyon sokan 20-30-40 évet dolgoztak, de rossz időben mentek nyugdíjba, és ezért alacsony a nyugdíjuk. A kormánypártok cserben hagyták a fiatalokat, ezért nem csökken a külföldre vándorlók száma, sőt a folyamat felgyorsult, jelentette ki a Jobbik tájékoztatóján Balog Ádám. A párt választókerületi szervezője azt mondta, nem tettek semmit az albérlet árak robbanásszerű növekedése ellen, továbbá olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyetemistákkal szemben visszaéléseket kövessenek el a szakmai gyakorlatokon. A szakmai gyakorlatokon a diákok, amiért tanul bánnak, olyan intézkedéseket próbálnak velük elvégeztetni, amely nem gyarapítja a szakmai tudásukat, ugye ilyenek a kávéfőzés, a nyomtatás és a fénymásolás, és a Jobbik ifjúsági tagozata szeretne kiállni ezért a fiatalokért, hogy akik a szakmai gyakorlatot töltik, azok tényleg valódi munkát végezzenek, és ezáltal a szakmai gyakorlaton tapasztalatokat szerezhessenek. Újfehértón a görög katolikus templomban tartották a magyar pálinka ünnepét vasárnap. Szent Miklós a pálinka főzők védőszentje ikonját, Szócska Ábel, a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója szentelte meg. Az idén a pálinka főzdék jótékonysági pálinka licitjének köszönhetően 800 000 forintot gyűjtöttek és adtak át a görög katolikus egyháznak a szociálisan rászorulók támogatására. Az idei ünnepségen 5 új pálinka lovagot avattak. Pálinka lovagok érkeznek az újfehértói görög katolikus templomba a magyar pálinka ünnepére. Szent Miklós a pálinka főzők védőszentjének tiszteletére tartották meg vasárnap az ünnepséget, ahová az ország minden részéről és a határon túlról is érkeztek pálinka lovagok. A lovagrend több mint 100 tagot számlál az első ilyen ünnepséget, 12 éve Győrben rendezték meg, azóta minden évben találkoznak és ünnepelnek a magyar Hungarikum követei. Miután megszentelte Szent Miklós ikonját Szócska Ábel és átvette a pálinka főzdék adományát, ezekkel a szavakkal köszöntötte a résztvevőket. Szent Miklós erről volt híres,
hogy ő Isten iránti szeretetéből tudott jót tenni másokkal. Ez a mai ünnep bennünket is erre buzdít, hogy mi is Isten iránti szeretetből tudjunk jót tenni. Szent Miklós életében van még egy nagyon fontos mozzanat, amely mindannyiunk számára úgy szintén példaértékű lehet, és ez nem más, mint a mértékletesség. A Magyar Pálinka Lovagrend 2004-ben alakult 10-11 fővel azzal a céllal, hogy a magyar hagyományos pálinka készítés hírnevét megőrizze és elvigye szerte a világban. Elindult akkor egy kvázi népszerűsítése, egyenruhába, talárba öltözve, de ez ettől többről szólt. És ez egyértelmű, hogy az egyes rangot, vagy egyes sorszámot a hungarikumok között a magyar pálinka kapta. Pálinka és a törkő pálinka kapta. Én úgy gondolom, hogy válasz itt megvan ebben egyértelműen. Tehát a minisztérium ezt fölismerte teljes joggal egyébként, hogy ennek méltóságát meg kell adni, és tényleg a nemzeti talává vált. A magyar pálinka hungarikum törvénnyel védett termék. A főzdék belföldi forgalmazása mellett a pálinka külföldön történő megjelenése, értékesítése évről évre növekszik. A kereskedőházak is tesznek ezért. A főzdék között pedig egészséges a verseny. Együtt tudunk csak erősekké válni, együtt tudunk versenybe szállni nemzetközi és hazai nagypiacokon. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy minden térségnek másak az adottságai, minden térségben másfajta gyümölcsterem, és az a cél, hogy egymással egy nemes versengés legyen, használjuk a különböző technológiákat, legyen viszonyítási alap, de egyre figyelnünk kell, nemes alapanyagból, szívvel különleges minőséget, a magyar minőséget megalkotni. Magyar Pálinka Lovagrend tagjává lovaggá fogadunk. Az ünnepségen 5 új lovagot is avattak, akik vállalták, hogy a nemzeti italt népszerűsítik és hagyományait megőrzik. Hűtőszekrényeket adományozott az Electrolux Lehel Kft. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Hazai pályán veszített rangadót a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 őszi zárófordulójában lejátszott mérkőzésen 1-0-ra kikapott a Balmazújvárostól, így visszacsúszott a tabella 4. helyére. Bejutott a legjobb 8 közé a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B nyugati csoportjában szereplő Baját fogadták, és 94-65-re legyőzték a vendégeket. Harmincöt hűtőszekrényt adományozott az Electrolux Lehel Kft. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak. Az eszközök 80%-át a nyíregyházi, a fennmaradó 20%-át a többi megyei kórház kapja meg. A hétfői hivatalos átadáson megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, az összesen több millió forint értékű hűtőket még decemberben üzembe helyezik a különböző kórházi osztályokon. Az ajándékozást jelző matricát helyezi fel az egyik hűtőgépre Alessio Bonfanti, az Electrolux nyíregyházi gyárának igazgatója. A megyeszékhelyen 10 éve működő, összesen mintegy 900 munkavállalót és beszállítót foglalkoztató gyár az elmúlt évtizedben összesen 7 millió hűtőszekrényt gyártott le. A piaci igények kiszolgálása mellett aktívak a jótékonyság tekintetében is. Tavaly például több mint 20,5 millió forint értékben adományozott hűtőket nyíregyházi intézményeknek. Mi, mint Electrolux, próbáljuk segíteni a városfejlesztést, és már több alkalom minden évben egy kis projekt próbálunk megvalósítani. Idején ez a 35 hűtő adományoztunk a megyei kórházba. Persze mi hűtőszekrényt tudjuk gyártani, nem tudjuk gyógyszer vagy bármi más eszköz kínálni a kórházba, de reméljük, hogy ezzel a kis ajándék a kórház vezetés fog tudni több pénzt ráfordítani másra, mondjuk a betege ellátásra. A kórház főigazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, társadalmi adakozásból ebben az évben mintegy 50 millió forint értékben kapott adományokat a megyei kórház. A most felajánlott hűtőgépeket például az újszülött és a patológiai osztályok kapják meg. A belgyógyászati osztályon egy gépet már elhelyeztek, a többit még ebben a hónapban üzembe állítják.
a kórháznak van egy költségvetés, a kórháznak vannak, hogy mondjam, pályázati lehetőségei, azonban számtalan olyan kisebb értékű, hát hogy mondjam, eszköz van, amire nekünk a mindennapi gyógyításra szükségünk van, amire nincsenek megfelelő forrás lehetőségeink. Ezért is nagyon örülünk ennek a nagyon nemes ajándéknak, amit az Elektrosztól kaptunk, 35 nagy teljesítményű kombi hűtőszekrény, amit tulajdonképpen a nyíregyházi város vezetése révén jutott ide a kórházhoz, hisz ezt mi a gyógyítás mellett minden, a mindennapokat tudjuk használni. A sajtótájékoztatón elhangzott, Svédországban hamarosan megszűnik a hűtőgépgyártás, a skandináv piacra szánt gépeket pedig a nyíregyházi gyár fogja legyártani, ami éves szinten 100 000 új terméket jelent. A bővítéssel a tervek szerint 100 új munkahely jön létre a térségben. Hazai pályán veszített rangadót a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 őszi zárófordulójában lejátszott mérkőzésen 1-0-ra kikapott a Balmazújvárostól, így visszacsúszott a tabella negyedik helyére. A kisvárdaiak az előrehozott tavaszi első fordulóban vasárnap a Budaörsöt fogadják. A második és harmadik helyezett csatájában a hazaiak léptek fel kezdeményezőleg, az első lehetőség Lukasz előtt adódott a 10. perc végén. A 17. percben Cseri cselezte magát helyzetig, a döntő pillanatban azonban horvát kapus leszette a labdát a támadó lábáról. A 32. percben Fodor szerezhette volna meg a vezetést, lövését a gólvonalról vágta ki Kis László. A kisvárdai helyzetek után jött a balmazújvárosi gól, a 34. percben Fekete Ádám megpattanó lövése vágódott Ivancsics kapujába. A 41. percben megfogyatkoztak a hazaiak, Grumics könyöklése után a játékvezető kiállította a szerb csatárt. A második félidőben a kisvárda emberhátrányban is mindent megtett az egyenlítésért, több helyzetet is kidolgozott a házigazda, a 70. percben Fodor lövésénél már örültek a szurkolók, a játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy Bódis még a gólvona előtt hárított. A kontrákra berendezkedő Balmazújváros a hajrában Kovács révén egy kapufáig jutott, gól azonban már nem született, így Révész Attila együttese 1-0-ás vereséget szenvedett. Úgy érzem, egy roppant igazságtalan eredmény született, nagyon jól játszottak ma a srácok, sokat tettünk a győzelem érdekében, viszont nem szereztünk gólt, az ellenfél pedig egy megpattanó lövésből betalált. Lényegesen többet tettünk az elejétől kezdve, az első fél időben el kellett volna gólokkal döntenünk a mérkőzést. Élesek voltunk, szératörővek, türelemmel járattuk a labdát, megfelelők voltak az oldalváltások, a védelmi vonalakat nagyon jól léptük át és törtük be a résekbe, sajnos nem szereztünk gólt. Második részben pedig ugye az első fél időben elkövetett Grumics egy borzasztó fegyelmezetlenséget, ezért is emberre fogyatkoztunk. A második fél időben már sokkal nehezebb volt, mert előről hiányzott egy ember. A Balmazújváros vezetőedzője Feckó Tamás elmondta, hogy tudatosan adták át a területet a hazaiaknak. Nagyon taktikusan is jól játszottunk, hiszen átengedtük a területet a kisvárdának, tudtuk, hogy fognak jönni, és tudtuk, hogy hol vannak a hiány, hol lesznek lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen támadásból született a gólunk is. Egy nagyon jó kisvárdát sikerült legyőznünk. A forduló további eredményei a következők: Szolnok Soroksár 0-1, Vác Mosonmagyaróvár 1-1, Cigánd Nyíregyháza Spartakusz 0-7, Szeged Dorog 1-1, Csákvár Siófok 3-0, Békés Csaba Grosics Akadémia 0-0, Sopron Cegléd 1-1, Puskás Akadémia Budaörs 4-2 és Kozár Miszlány Zalaegerszeg 2-1. A tabella élén a 38 pontos Soroksár áll, megelőzve az egyaránt 36 pontos Balmazújvárost és Puskás Akadémiát. A 35 pontos Kisvárda a negyedik helyen várja Budaörs vasárnapi vendégjátékát. Bejutott a legjobb 8 közé a HEB kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák az NB1B nyugati csoportjában szereplő Baját fogadták, és 94-65-re legyőzték a vendégeket. A nyíregyháziakra még két idegenbeli bajnoki mérkőzés vár ebben az esztendőben. A két nagymúltú csapat mérkőzésén a hazaiak voltak az esélyesebbek, és a kék cápák ennek szellemében is kezdték a mérkőzést. Az első negyedet 9 ponttal nyerte Siska János együttese, amely a második 10 percben újabb 18 pontot tett hozzá előnyéhez. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, a hátralévő két negyed egyaránt döntetlennel zárult, úgy, hogy a nyíregyháziaknál sok játékpercet kaptak a fiatalok, akik meg is hálálták a bizalmat. A Blue Sharks úgy nyert 29 ponttal, hogy valamennyi játékos a szerzett kosarat. Felhívtuk a figyelmet a játékosnak, hogy az első percről kezdve keményen védekezünk, és komoly játékot kértünk tőlük. Ezt be is tartották szerencsére.
A Bajaiak edzője, Hosszú István szerint az első félidőben nyújtott játék pecsételte meg csapata sorsát. Nagyon úgy festett itt, főleg az első félidő, hogy még kimaradtunk a buszban, nagyon átgázolt rajtunk a hazai csapat. Lendületesebbek voltak, jobban összpontosítottak. Mi úgy a támadásban, mint a védekezésben nagyon langyosan muzsikáltunk az első félidőben. A találkozón 21 pontig jutó Czura Attila nagyobb ellenállást várt az NB1-B nyugati csoportjában szereplő Bajaiaktól. Nehezebbre számítottam, mivel én, amikor tavaly Tiszaújba játszottunk, mi játszottunk a Baja ellen, és akkor sokkal egységesebb csapatnak tűnt. Most nem tudom, mi volt velük, ez tényleg nagyon könnyű győzelem volt, nem erre vártam. A Hetkupa negyed döntőit 2017. januárjában rendezik, a legjobb négy csapat pedig a Magyar Kupa döntőjével egy időben és egy helyszínen lép majd pályára. A Kék Cápákra még két idegenbeli bajnoki meccs vár ebben az évben, pénteken Miskolcon, jövő szombaton pedig Hódmezővásárhelyen játszanak Czuráék. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Átadták az idei év vállalkozója díjakat Budapesten. Idén 64-en, közülük két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég vett át a kitüntetést. A rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, a bérek és a hatékonyság növelésére koncentrál a kormány és a vállalkozások is. Varga Mihály megköszönte továbbá a novemberi bér- és versenyképességi megállapodás támogatását is. Oktatási centrum épül Tiszalökön. A beruházást a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatja, összesen 151 millió forinttal. A szakiskolások külső gyakorlati helye várhatóan februárra készül el, 2017. szeptemberétől pedig 8 szakmacsoporttal indul majd a képzés. Újfehértón a görögkatolikus templomban tartották a Magyar Pálinka ünnepét vasárnap. Szent Miklós a pálinka főzők védőszentje ikonját Szócska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója szentelte meg. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 5-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap jelentkezünk. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap sokfelé párás, ködös, máshol fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Egy magas nyomású zóna hatására kedd estig a Kárpát-medencében folytatódik a csendes, hideg téli idő. Éjjel zúzmarás idő lesz hószálingózással, a változó irányú szél mindenütt gyenge marad, reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, de maradhatnak tartósan ködös felhős területek is, csapadék azonban nem valószínű, a változó irányú szél gyenge marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét közepén is hideg téli időre van kilátás, éjszakánként kifejezetten erős fagyokkal. A hét utolsó napjaiban kissé mérséklődik az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés.